Mi is lenne velünk, ha falusiak nélkül élnénk le Minecraftos mindennapjainkat? Nem tudnánk könyvespolcot lopni, aminek segítségével nagyon király enchantokat csinálhatunk, zsákmányt szerezni a falu kovácsának csesztjéből, sőt, ha éhezel, szétrombolod a veteményest és mindent elviszel, ami van. Na de tisztességesek is lehetünk, ha esetleg üzletelni akarunk Rumpli Orru barátainkkal. Hogy jobban megismerjétek őket, összegyűjtöttem nektek 10 olyan dolgot, amit ha nem is érdemes, de tök hasznos és érdekes tudni a villagerekről. Ha erre valóban kíváncsi vagy és bele akarsz kukkantani mélyebben a villagerek titkaiba, nyomjatok a videóra egy lájkot, illetve ha szeretnél ilyen vagy ehhez hasonló tartalmat a csatornán, ne felejts el feliratkozni se. Készen álltok a kockafejű falusiak érdekességeire? Akkor kezdjük is el! Az első érdekes tény a listánkon az az, hogyha beírjátok a chatre, hogy per game rule mob griefing false, akkor az ültetvényeiket ki tudod ütni, de megkapni viszont nem. Ez valószínűleg amiatt van, ugyanis a játék úgy érzékeli, hogy ők rakták le a magukat, tehát az ő birtokukban van. Alapjában véve ez igaz is, hiszen ha kiütöd az összeset, egy idő után a villagerek nagy része ültet újat helyettük. Előző 10-es videónkban hasonló volt a helyzet, mint amit a második tényben figyelhettek most meg. Láthatatlanság szérummal a villagerek is látnak téged. Igaz, ők sohasem fognak bántani, mert nem túl agresszív mobok, de egy kicsit ijesztő, hogy néznek a semmire, miközben minden entitás számára nem kéne láthatónak lennünk. Harmadik tényünk egyszerűen hihetetlen, és nem is értem, hogy jutott ez bárkinek is az eszébe, ha nem is a fejlesztőnek, hanem annak, aki először próbálta és észrevette, hogy történt valami. Ha villámot csapsz a falusira kreatívban, akkor az boszorkányá válik. Lehet azért, mint Frankensteinnél, hogy újraélesztették, majd gonoszávát, és ennek hatására megcsinálták ezt a villagernél is, csak úgy, hogy az nem volt élettelen. Hát kicsit furcsa, de roppant érdekes. Negyedik nem más, mint a kékruhás falusi. Ezen az 1.6-os Minecraftos plakát jól látható, hogy a karakter mögött helyezkedik el egy kék köpenyes űrje is. Igazából ilyen színű villager sohasem került a játékba, nem tudhatni, hogy ez a szín véletlen került oda, vagy a későbbiekben terveznek valamit vele. Hasonló ehhez az 5. állítás. Léteztek zöldruhás villagerek, de most már csak parancsa idézhető le, és az is 1.7-ben. Ez az NPC a generic villager nevet kapta, ami az általános falusit jelenti. Hogy miért vették ki, azt nem tudom. Szomorú, mivel a kedvenc színem még mindig a zöld, és öröm lett volna nézni, hogy ezek a gyönyörű emberi teremtmények zöld színben pompáznak és ugrálnak össze-vissza. Körülöttünk. Akartál mindig is egy egyedi nevet ezeknek az 1/5 szemöldökű drágaságoknak? Hát akkor most a 6. tényben láthatod, hogy kell. Egy glitch segítségével megoldható. Mi kell hozzá? Nametag, azaz névcetli és egy nether portál. Ha a portál közelében van a villager, vagy direkt úgy intézted, hogy szerencsétlen ott legyen előtte, akkor amikor hazateleportálsz a pokolból, azonnal nyom rá egy jobb klikket, ugyanis pár másodperc erejéig tudsz neki nevet adni, bármi legyen az. Ilyenkor érdemes hülyéskedni a nametag easter egg-ekkel is, például a dinner bonnal, aminek következtében ugye fejen állva éli a hátralevő életét. Pedig helyezettünk ismét egy olyan dolog, amit láthattatok a 10 mobos videómban. Eredetileg a villagerek nem emberi megjelenésűek lettek volna, hanem malac emberek. Jó, a méret és a testkinézete emberi lett volna, de a fej az egyértelműen nem. Hát szerintem az gond, ha valakinél ez a normális. Ez bizonyíthatja azt, hogy a megidéző tegük ugyanaz volt, mint a malacoké, de gyorsan offolták az ötletet. Sokan írtátok, hogy tök királyul nézett ki volna, de én Steve-et sajnáltam, hogy végre lenne emberi társasága, de még azok is disznók lettek volna. 8. dolgot túlélőben már észrevehettétek. A falusiak felbírják venni az ültetni valókat, és azok az itemeket, amivel lehet szaporítani őket, beleértve a krumpli, mag, répa, kenyér és a búza. Ez utóbbi ugye a kenyér elkészítéséhez kell, valószínűleg ezért tudják felvenni. 9. tény nem az, aminek hihettétek. Amikor egy zombi megtámad és megöl egy falusit, akkor van százalékos esélye annak, hogy zombi falusivá változik, de nem mindegyik játékmódban ugyanannyi. Normálon kevesebb, nehezen a legnagyobb, de rengeteg videónál láthattátok már, hogy ezek a szörnyek is meggyógyulhatnak és ismét emberek lehetnek, ezért sem mutatom be nektek. Furcsa, hogy fertőzés következtében lehetnek a falusiak is zombik. 10. elég egyértelmű az idősebb játékosok számára. A ruhák színei nem díszként vannak, hanem hogy melyik villager mihez ért és mivel kereskedik. Ebből 5 kaszt van. Az első a barna köpenyes, ami a farmer, azon belül horgász, juhász és nyílkészítő lehet a munkája. 2. a fehér köpenyes, ami a könyvtáros szerepet kapta, így ő ennek is állt be. 3. a lila köpenyes, aki pedig egy pap. Fekete ruhás a kovács, aki fegyvert, szettet és ezekhez való érceket ad el. Utolsó poszt pedig a hentes vagy mészáros fehér kötényel, ő ugye különböző bőröket kínál vagy húst. Esetleg volt-e olyan, hogy soha nem hallottál róla? Vagy olyan esetleg, amit tudtál, de sohasem próbáltál? Ha igen, írd le a véleményed és a sorszámokat komment szekcióba, nálam is volt egy pár, amit leírhatnék. Ha viszont nem is ebben az esetben is tetszett a videó, fejeld meg te is a like gombot és lesd meg az ezután következő outrómat, amiben elmondom, hogy értesülhetsz a videókról, esetleg élőadásokról. Én viszont most búcsúzom, találkozunk legközelebb is, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, ezzel is mutatva az, hogy tetszik nektek a sorozat és bíztattok, hogy folytassam munkálataimat ezzel kapcsolatban. És ha már itt vagy, ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt és bepipálni azon belül a rublikákat, hogy nagy eséllyel kapj értesítést az új videóimról, esetleg élőadásaimról. Sziasztok!